A szingapúri Marina Bay Sands a világ egyik legösszetettebb építészeti beruházása. A kivitelezőknek nem egy, hanem három felhőkarcolót kell felépíteniük, amelyek akkora függőkertet tartanak a vállukon, mint egy repülőgép hordozó. A legrosszabb esetben teljesen elakadunk. Zseniális megoldásokat kell kieszelniük, hogy összeállítsanak egy 60 méter magas, nehezen kezelhető méretekkel rendelkező múzeumot, gigantikus műalkotásokat állítsanak fel, és megépítsék a látszólag vízen úszó bevásárló és szórakoztató pavilonokat. Ha mindez sikerül, akkor tulajdonképpen önálló várost hoznak létre. Különleges építmények. Szingapúr szédítő Las Vegasa. A dél-kelet-ázsiai Szingapúr állam kisebb, mint New York városa. A szűk tér miatt kénytelenek a vízpart egy nemrégiben feltöltött keskeny sávján felépíteni az eddigi legnagyobb szabadidő és szórakoztató központot. A Marina Bay Sands-t. Ez nem is egy, hanem több különleges építmény. A különleges együttest alkotó épületek kivitelezése komoly nehézségekbe ütközik. A 3-57 szintes szálloda ferdesége miatt fennáll a veszély, hogy azok összeroppannak a saját tömegük alatt. Még nagyobb gondot jelent a szálloda teteje. Az egész hosszán végignyúló 340 méter hosszú égi park több kertet, szabadtéri medencét és a világ legnagyobb rácsos tartó szerkezetű kilátóteraszát is magában foglalja. Vajon hogyan lehet megépíteni egy repülőgép hordozó méretű szerkezetet 200 méter magasan a levegőben? A hotel átriumában gigantikus műalkotásokat kell valamiképpen beágyazni az épületbe. A legnagyobb fejtörést okozó központi elem a 15 tonnás acélfelhő egy különc brit szobrászműve. A 60 méter magas művészettörténeti múzeum tervezésénél a hatásos látvány volt a fő szempont. Ugyanolyan jelképe lesz Szingapúrnak, amilyen az Operaház Sydneynek. Az egyetlen hátránya, hogy nem lesz könnyű megépíteni. Az üvegfalú pavilonok önmagukban nem jelentenek nagy feladatot, csak hogy ezeket a vízen kell felállítani. Az ember, aki a Marina öbölben zajló beruházás mögött áll, tisztában van a kockázattal, de hisz abban, hogy amitől nem áll el az emberek lélegzete, az nem elég jó. Sheldon Adelson a világ egyik leggazdagabb embere és a Las Vegas Sands vállalat elnöke. Abban bízunk, hogy sikerül átformálnunk Szingapúr idegenforgalmát. A cél az eredményes városfejlesztés. Magasan ez a legnagyobb és legköltségesebb beruházás, amibe eddig belevágtunk. Körülbelül 5-5,5 milliárd amerikai dollárba kerül. Ez rengeteg pénz. Tudom, hogy 1 milliárd dollár ma már nem ér annyit, mint azelőtt, de azért még mindig rengeteg pénz. Adelson biztos benne, hogy az óriási befektetés, melyet Moshi Safdira, a világhírű építészre bíztak, jó kezekben van. Safdi a látványos ívek és geometriai formák alkalmazásáról ismert. A Marina öbölben épülő együttes lesz az eddigi legnagyobb és legbonyolultabb feladata. Úgy vélem, hogy az építészetnek időtlennek kell lennie. Vagyis az, amit megtestesít és amit nyújt, az sokáig fennmarad. A Marina Bay-ben az az egyedi, ahogyan az egyes részei együttműködnek. Nem különálló épületekként, hanem az egész város részként gondolhatunk rá. Nem szonáta, inkább egy teljes szimfónia. Az építési területen a mérnökök azon törik a fejüket, hogy miként válthatnák valóra Safdi álmát. Ott lesz az északi üzletközpont. A 30 éve szakmai múlttal rendelkező John Downs felel majd a teljes kivitelezésért. A terv nagyon sokrétű, és az együttes minden része egészen más, mint a többi.
Egy ekkora vállalkozásnál az építészeti és műszaki tervezést is beleértve, általában 6-7 évet szánnánk a kivitelezésre. Itt 3 év alatt végeznünk kell. Az első és legfontosabb lépés az alapok lerakása. Az általában egyszerű feladat itt egy kissé másnak bizonyul. A területet ugyanis eredetileg a hajóknak szánták. Az épület együttes egy 560 ezer négyzetméteres feltöltött területen áll majd. A Marina öböl egy évtizede zajló átalakításának részeként az egykor sósvízű folyótorkolat ma már édesvízű tározó. A feltöltés alatt a tengeri agyag veszélyes rétege húzódik. Az olykor fekete fogkrémhez hasonlított tengeri agyag építészeti szempontból szinte értéktelen. Ha nem kellő körültekintéssel kezelik, akkor a laza anyag halálos is lehet. A 2004-ben Szingapúr a saját bőrén tapasztalhatta ennek a végzetes következményeit. A tömegközlekedési hálózat egyik alagútjának fúrása közben beszakadt a talaj. A Nikol autópályán tátongójuk nyílt meg, 4 munkás pedig életét vesztette. A talajviszonyok a Nikol autópálya építésénél nem különböztek jelentősen attól, amivel itt kell megbirkóznunk. Ott is lágy anyagban dolgoztak hasonló 20 és 37 méter közötti mélységben. A Nikol autópálya beszakadásának egyik nagy tanulsága az volt, hogy mennyire fontos a talaj mozgásának figyelemmel kísérése és a minőség ellenőrzése az építkezés során. A tengeri agyag Mike Barton építőmérnök régi ellenfele. Korábban már legyőzte azáltal, hogy kiismerte a viselkedését. A tengeri agyaggal az a baj, hogy nagyon laza. És amikor kiásunk egy gödröt, akkor a falai elmozdulnak. Akár be is omlanak, és beengedik a környező talajban lévő vizet. A munkálatok megkezdése előtt tehát meg kell erősíteniük az építkezési területet. A mérnökök úgy döntenek, hogy a tengeri agyag elleni harchoz óriási betonfalakat építenek a nagyobb épületek alapja köré. Ezek az úgynevezett résfalak. Az akár másfél méter vastag résfal 50 méter mélyre lesülyeztett vasbeton szakaszokból áll. Ezek alkotják a vízzáró réteget az éjjel-nappal dolgozó emberek és gépek körül. Egyetlen év alatt több mint 4000 méternyi résfalat építenek ki, hogy szilárdabbá tegyék az alapot. A résfalakat úgynevezett földi mogyoró alakban képeztük ki, amelyek 2 érintkező körből állnak. A másik fánk alakzat kör alakú, hogy elmozdulás nélkül ellenálljon a tengeri agyag által kifejtett hatalmas erőknek. Az általuk körülzárt terület nagyobb, mint egy labdarúgó pálya, de gyorsan kiáshatjuk és felhúzhatjuk rá az épületeket. A Marina Bay alapjainak biztosítása már is egy egész évet vett el a John Downs rendelkezésére álló időből. A ráváró nehéz feladat most az, hogy csupán 2 év leforgása alatt felépítse a létesítmény számos épületét. Önmagában a tevékenységek megszervezése és a kivitelezés módszertana is hatalmas terhet ró ránk. A szűk határidő betartása érdekében Downs a legkézenfekvőbb megoldást választja. 16.500 munkást vesz fel, hogy valamennyi építményen egyidejűleg dolgozhassanak. Mintha egy kisebb hadsereget vezetne, tehát sok múlik a jó szervezésen.
Szingapúr peremén, az üzleti negyedben vagyunk. Nem akartuk, hogy az alvállalkozók és a munkások elhagyják a területet, ezért felépítettük a saját háromszintes irodaházunkat. Itt kaptak helyet a kivitelezők, az alvállalkozók, a saját személyzetünk, a vezetőség, az építésvezetőség, a tervezők és az anyagbeszerzők is. A szűk határidő a szálloda toronyházainál is gondot jelent. Az építők már is zsúfoltnak találják az építkezési területet. Az a lényeg, hogy amint lerakják a szállítmányt, rögtön menjenek is tovább. Nem szeretnénk, hogy egyszerre túl sok jármű legyen jelen. Az építkezés gyorsasága és az akadálytalan forgalom érdekében olyan eljárást választanak, amely már számtalanszor bizonyult eredményesnek. Helyben öntik a betonelemeket. Ezrével készülnek a szálloda falai. Az egyes szinteket kialakító munkások annyira értik a dolgukat, hogy 4 naponta készülnek el egy emelettel. Szép teljesítmény ez a hagyományos eljárásokkal. Ám maga az építmény, amit alkotnak, korán sem hagyományos. A szálloda kivitelezésében annak szokatlan formája okozza a legnagyobb nehézséget. Más felhőkarcolókétól eltérően ezeknek egy része szerdén emelkedik. A sorban ledőlő dominókhoz hasonlóan a toronyház is leomlana a saját tömege alatt, ha nem találnának használható módszert. Ennek a gondja Craig Lover építőmérnök vállára nehezedik. 25 éve vagyok a szakmában. Sokféle építkezésen dolgoztam számos országban, de ehhez foghatóval még nem találkoztam. Erre nem találunk követhető példát az utca túloldalán vagy egy másik városban. Ez valami egészen új. A döbbenetes, 5,5 milliárd dolláros összegbe kerülő Marina Bay Sands a világ egyik legköltségesebb tévedésévé válhat, ha a mérnökök nem birkóznak meg a fejtörést okozó szerkezettel. A műszaki tervezők csoportját V.C. Chong vezeti. Az általuk választott megoldás egészen különösnek tűnhet. Ezek a tornyok nem függőlegesek. Az alsó részük ferde, vagyis óriási külső terhelést ró a szerkezetre. Ezt alátámasztás nélkül nem tudnánk megépíteni, ezért úgy tervezzük, hogy állványt készítünk a ferde részhez. Egy korábban sohasem alkalmazott módszerrel óriási ideiglenes vázat építenek nagy teherbírású szerkezeti acélból. Ezzel támasztják alá a ferdén növekvő építményt. A függőhidakon alkalmazotthoz hasonló, nagy húzószilárdságú, úgynevezett feszítőkábeleket is beépítenek, amelyek a falak belsejében további tartást adnak azoknak. Az elképzelés szerint a vázszerkezetet és a feszítőkábeleket is eltávolítják, amint az óriási rácsos merevítők egybefogják a tornyokat a 23. szinten. A beton tömege önmagában is elég ahhoz, hogy a toronyház akár a 8. szintnél is összeroppanjon, ha a mérnökök elszámoltak valamit. A hiba esélyének csökkentése érdekében Glover nagy horderejű döntést hoz meg a munkatársaival. A falakba épített feszítőkábeleket mégsem távolítják el, hanem meghagyják a tartószerkezet végleges részeként. Jó tudni, hogy bent vannak, mert hozzájárulnak a szerkezet szilárdságához. Van egy nagy gombolyag erős acélhúzalunk. Ezekből sodrunk több szálból álló kábeleket egy-egy ilyen hüvelyben. A hüvelyt a beton kiöntése előtt elhelyezzük a falban. Miután a beton megkötött, az egyik végét lehorgonyozzuk hozzá, és egy nagy teljesítményű hidraulikus feszítőt állítunk a peremére. Egyesével behúzzuk és megfeszítjük a szálakat, amelyek tulajdonképpen visszafelé húzzák, és ezzel egyben tartják az épületet. Ha a kábelek hirtelen elszakadnának, vagy bent sem lennének, akkor nem tudnánk kezelni az egyre magasabb szerkezet önsúlyát.
A gyors gondolkodás ellenére sem tudhatják, hogy a megoldás sikeres volt-e, amíg el nem táborítják az ideiglenes állványt. És be nem építik a vaskos összekötő elemeket. Ezek a hatalmas rácsos acélszerkezetek fogják egybe a toronyházakat a 23. szinten. Miután teljesen elkészülnek, ezek veszik át az épület súlyát az ideiglenes állványzattól. Amint meggyőződtünk róla, hogy a szerkezet kellően stabil, üzembe helyezzük a nagy hidraulikus darukat, és elemenként lebontjuk az állványt. Sürget az idő, tehát minél gyorsabban meg kell szabadulnunk tőlük. Amikor az alátámasztó szerkezet utolsó darabja is eltűnik, Glover a munkatársaival együtt végre fellélegezhet. Az összekötő szerkezet megtartja az épület súlyát, eddig minden rendben. Az egész építkezés mégsem halad a tervek szerint. A 60 méter magas művészettörténeti múzeum alapos áttervezésre szorul. A népszerű művészeti és tudományos kiállítások számára tervezett építmény homorú teteje 3000 férőhelyes amfiteátrumként is szolgál. A mérnökök, akik alig várják, hogy megkezdjék a kivitelezését, csalódottan veszik tudomásul, hogy Moshe Safdie nem elégedett a jelenlegi formájával. Valaki azt mondta, amikor meglátta, olyan, mint egy fürd banán. Talán maga Edelsonul volt az, aki banánhoz hasonlította. Úgy éreztem, hogy ha banánra emlékeztet, akkor még nem éri el a célját. Safdie tervező csoportját, főleg annak vezetőjét, Jean Dyert lesújtja a hír. Előfordul, hogy Moshe beállít egy ötlettel, amit érdekesnek találunk, és hetekig vagy hónapokig is dolgozunk rajta. Egyszer csak visszajön és közli, hogy változtatott az elképzelésen, amit mi már magunkénak érzünk. Ez mindig nagy csalódás. A Művészettörténeti Múzeum egyedi formáinak és méreteinek átalakítását Dyer és csoportja fejlett térbeli modellező programokkal végzi el. Ezáltal nem csak könnyebben igazodnak el a múzeum összetett geometriai mintái között, de maga az eljárás is néhány napra rövidül. A modell dinamikus, tehát egy-két paraméter módosításával könnyen mozgatható. Moshe kedvére kísérletezhet, és azonnal eldöntheti, hogy melyik változat felel meg. Ez az eljárás 10 éve még elképzelhetetlen lett volna. A számítógép nélkül évekre volna szükség hozzá. Miután több hónapon át finomítják a tervet, Moshe végül elégedett az eredménnyel. A matematikai pontosság, amivel felruháztuk, csak még szebbé tette. Sokan üdvözlésre nyújtott kézhez hasonlították. Mások szerint inkább lótuszvirág. Minél többféle képzetet idéz elő, annál közelebb járunk a kitűzött célhoz. A legkevésbé érdekesnek ugyanis az olyan épületeket tartom, amelyek nyíltan jelképeznek valamit. Az új terv birtokában a mérnökök megkezdhetik a múzeum 60 méter magas szerkezetének kidolgozását. Félelmetes mennyiségű, 5600 darab, összesen 5200 tonna tömegű acélelemet gyártanak le a precíz előírások alapján. Teherautókkal a helyszínre szállítják, majd összeállítják őket. Mintha egy óriási kirakós játék lenne. Minden elemet hajszálpontosan kell elhelyezni. Elég néhány milliméteres eltérés, hogy a mérnököknek mindent előről kelljen kezdeniük. A toronyházak alsó szintjén lévő tágas átrium kivitelezőire is nehéz feladatok egész sora vár. Safdie terve erős követelményeket támaszt. Az építészetet képzőművészettel kívánja gazdagítani, hogy a látogatók úgy érezzék itt magukat, mint a legnagyobb gótikus székesegyházakban.
Ha egy középkori gótikus katedrálisra gondolunk, akkor magán az épületen kívül a színes üvegablakok és a szobrok is megjelennek előttünk. A képzőművészet és az építészet között nem húzható meg a határvonal, mert a kettő összetartozik és együttesen nyújtja az élményt. Az a célunk, hogy visszatérjünk ehhez az egységes látásmódhoz. Az általa elképzelt átrium központi elemének elkészítésére Safdi az ismert brit szobrászt Anthony Gromlit kérte fel. A szokatlan látásmódjáról ismert művész alkotása az Észak-Angliában álló Északangyala címet viselő szobor. Amivel most próbálkozik, az inkább építészeti, mint művészeti szempontból jelent kihívást. A felhőre emlékeztető, 40 méter hosszú alkotás 15 tonna rozsdamentes acélból készül, és 12 emelet magasan függ majd az átriumban. Az Észak-Angyala a leghagyományosabb értelemben vett köztéri szobor, hiszen egymagában áll egy dombtetőn, ahol sok kilométerről látható. Betölti a teret. Ez viszont inkább életre kelti. Ám éppen, amikor megkezdenék az építkezést, lesújt a villám. 2008. szeptemberében gazdasági válság rengeti meg a világpiacot. A Marina Bay beruházást havonta tápláló dollár 100 millió forrása hirtelen kiapad. Matthew Pryor építőmérnök ezt súlyos csapásként éli át. Teljesen összetörtem. Minden bizonnyal ez a pályafutásom legszörnyűbb napja. Pénzt már nem kapunk, tehát vagy találunk valamilyen forrást, vagy teljesen leállíthatjuk a munkálatokat. Súlyos döntést kell meghoznunk, és egyelőre nem tudom, hogy mihez kezdünk. Amikor a sok milliárd dolláros beruházás jövője kétségessé vált, minden szem a mögötte álló emberre, Sheldon Adelsonra szegeződött. A világ egyik leggazdagabb emberének következő lépésén múlik az óriási építkezés sorsa. A 2008-as globális gazdasági összeomlás kísérteties visszhangja az 1990-es évek ázsiai válságának. Akkor a Shanghai Világgazdaság központi kivitelezése állt le 5 teljes évre. Adelson ezt megengedhetetlennek tartja a nagy figyelmet élvező Marina Bay esetében. A szingapúri idegenforgalom átformálásáról szőtt álma és a vállalata a Las Vegas Sands által befektetett több milliárd dollár forog kockán. Áthidaló megoldást keres, amivel átvészelhetik a vihart. A történelem során egyszer sem fordult elő, hogy egy folyamat mutatói csak emelkedtek, vagy csak süllyedtek volna. A visszaesést újabb fejlődés követi. Csak idő kérdése, hogy mikor áll helyére a rend. Adelson merészen a saját hatalmas vagyonát áldozza fel a beruházás befejezésére. Ezzel végleg eloszlatja a kudarc rémképét. Az egész vállalat nagyon megkönnyebbült. Mindenkit kellemesen lepett meg, hogy milyen gyorsan túljutottunk az egészen, és hogy az összetartásnak köszönhetően újra egyenesben vagyunk. Erre a hangulatra talán nincs jobb szó, mint az eufória. A válság elhárítása után a 357 szintes szállodaépület, a kaszinó, a színházak és a konferenciaközpont kivitelezése a korábbi ütemben folytatódik. Mindenhol acélt szerelnek. Ez a vasalat a 15,5 hektáros terület minden betonépítményének nélkülözhetetlen része. Ám a szálloda átriumában az acél nem csupán a beton megerősítésére szolgál. A brit szobrász Anthony Gromley Sodródás című 15 tonnás alkotását először 70 különálló darabban készítik el. Ezekből hegesztik össze azt a 8 réteget, amelyekből majd a szobor végleges alakját összeállítják.
nem egyszerű művelet, a mérnökök mégis könnyedén elvégzik. Ez a kódok és a sorszámok rendszerének köszönhető, amely alapján gyorsan megtudhatják, mi hová való. Miután a sodródás 8 szelete teljesen elkészült, egy ideiglenes vázra függeszte emelik a helyére. A terhet végül az átrium tetőszerkezetébe épített óriási rácsos tartó veszi majd át. Ez a szerkezet elvileg az emelés során használt vázat is elbírja, amíg azt visszaengedik a talajra. Izgalmas percek következnek. Főleg a mérnök Graham Stevenson számára. A felemeléséhez használt váz körülbelül 9,5 tonnát nyom. Amikor megindul, akkor fennáll a lehetőség, hogy a lendülettől teljesen átfordul. Így nem tudnánk kézben tartani. Stevenson 4 nagy teljesítményű automata csörlővel oldja meg a kérdést, amelyek a váz 4 sarkához vannak kötve. A munkások így erős acélkábelek segítségével szabályozhatják a mozgás irányát és sebességét. Fent egy megfigyelő dönt a kívánt tempóról és irányítja a többieket. Az egész művelet végrehajtására 10 órát szánnak. Miután a váz elindult, már nincs visszaút. Éppen félúton jár, amikor Stevenson olyasmiről értesül, ami gondot okozhat. A 22. szinten a 7-es ideiglenes kábel hozzáér az állványhoz. De miért? Az ideiglenes kábel a tartóelemhez súrlódik. Értem, de ez csak a cső vége, nem lehet levágni. De. Az akadály elhárult. Csak hogy az eredetileg 10 órásra tervezett művelet ezzel 24 órás maratonná vált. Másnap reggel 6-kor fejezik be. Egyszerűen csodálatos. A Gromley mű végre a helyére került. Hosszú és fárasztó napon vagyunk túl, köszönet érte mindenkinek. A lényeg, hogy végre elkészült. Miközben a sodródás elfoglalta új helyét a szálloda átriumában, kint a beruházás egyik legfontosabb részével foglalkoznak. A kristálypavilonokkal. A sétatér mellett álló két üvegfalú épületet az épület együttes fő bevásárlói szórakoztató központjának szánják. Ám mielőtt felállítanák őket, még le kell rakni az alapokat. A cél felé vezető úton pedig már is súlyos akadály tornyosul. A kristálypavilonok a Marina öbölben állnak majd. Ezért a kivitelezőknek rá kell jönniük, hogy hogyan építsék meg az alapokat a 6 méter mély vízben. E feladat megoldásának felelőssége Kurt Vela építőmérnök vállát nyomja. Sydneyből származom, az a város pedig homokkövön, tömör sziklán áll. Elég egy kicsit elsöpörni a port, és már is felhőkarcolókat állíthatunk rá. Itt egészen mások a viszonyok. Minden épületet szilárdan meg kell alapozni. Vela és társai számára csak egy megoldás kínálkozik, amivel távol tarthatják a vizet az építési területtől. Vízzáró acélépítményt, úgynevezett jászolgátat állítanak fel. Az ideiglenes szerkezet acéllemezekkel zárja körül a munkaterületet. Áthatolhatatlan pajzsként tartja vissza a vizet, hogy belül biztonságban dolgozhassanak az építők. Az elkészítéséhez egy 12 tonnás vibrókalapácsot hozatnak.
ezzel verik le a talajba a lemezkötegeket, hogy a jászolgát sziklaszilárd és mozdíthatatlan legyen. A jászolgát megépítése után nagy teljesítményű dízelszivattyúkat helyeznek üzembe, és éjjel-nappal működtetik őket. A falak között maradt összes vizet eltávolítják. Ez az utolsó művelet veszéllyel is jár. A kinti víz hidrosztatikai nyomása nagy erővel hat a falakra. A jászolgáton maradt bármilyen résen képes átpréselni a vizet. Velá nagyon reméli, hogy ez nem következik be. Van ok az aggodalomra, hiszen az egész építményt a Marina öbölben kell felállítanunk. Mindenki láthatja, mit csinálunk. Úgyhogy, ha ereszt, az gond lenne. Ha a fal hibás, elmozdul vagy összedől, az maga volna a katasztrófa. Egy napi szivattyúzás után vele a legnagyobb félelme válik valóra. A jászolgát helyenként átengedi a vizet. Ennek orvoslására Vela 8 búvárt állít szolgálatba 10 órás műszakokban. Az ő feladatuk lesz megtalálni a réseket és epoxigyantával tömíteni azokat. Anson Lee már 8 éve hivatásos búvár. A legnagyobb nehézséget a környezet okozza. Nagyon rosszak a látási viszonyok. A látótávolság nulla, semmit sem látok odalent. Tapogatózva keresem meg a réseket, aztán elzárom őket. Ha az ember legyűri az amiatt érzett félelmét, hogy nem lát a víz alatt, akkor könnyen megy. Büszke vagyok rá, hogy részt vehetek ebben az építkezésben. A búvárok és a szivattyúk 2 héten át keményen dolgoznak, de végül elkészül a nagy mű. Miután 2 éven át viaskodtak az elemekkel és megoldották a legnehezebb építési feladatokat is, végre ünnepélyesen megkoronázhatják a Marina Bay Sands 3 ferde toronyházát. Áttérhetnek a következő szakaszra, de egy pusztító természeti erő a munka félbeszakításával fenyeget. Az éghajlatváltozása miatt várhatóan a dél-kelet-ázsiai tájfunok térbeli eloszlása is átalakul. Egy napon Szingapúr is megtapasztalhatja az olyan elsöprő erejű trópusi viharokat, amilyeneket északi szomszédai élnek át a Fülöp-szigeteken és Tajvanon. Ha erre sor kerül, akkor a tájfun erejű szél végzetes kárt tehet a szállodaépületben, főleg a tetején végig nyúló függőkertben. A szél ereje veszedelmes lengésbe hozhatja az épületeket, ami helyrehozhatatlan károkat okozna. A tetőterasz minden irányból kilátást kínál Szingapúrra. A látványos épületrészen 4,5 Airbus A380-as férne el. Ám amikor Moshi Safdie építész először felvetette az ötletet, az még csak egy funkcionális igény kielégítését szolgálta. A luxus szállodákat mindig tágas, nyílt kertek és terek veszik körül. Ez szinte már hagyomány. Itt viszont nincs sok hely. Ekkor jutott eszembe, hogyha egy nagy lappal lefednénk a 3 tornyot, akkor éppen egy parkot kapnánk. Így született meg az ötlet, amitől mégis teljes lesz az üdülő. Safdie újító gondolata mindenképpen ötletes. Ugyanakkor világos, hogy a természetnek mások a szándékai. A tájfun erejű szelek azzal fenyegetnek, hogy a tornyokat megingatva végzetes kárt tesznek a tetőteraszban. Ha az építők valóra akarják váltani ezt a tervet, akkor sziklaszilárddal meg kell alapozniuk. Tony Mackie építőmérnöknek nem sok ideje van, hogy elvégezze ezt a munkát.
Jelenleg néhány héttel vagyunk lemaradva az eredeti ütemtervtől. Ennek nem nagyon örülünk, de a lényeg az, hogy a munkát biztonságosan és megfelelő minőségben végezzük el. Meg ki tudja, hogy csak úgy győzheti le az ellenfelét, ha először kiismeri. Az Egyesült Államok legjobb áramlástani tanulmányokkal foglalkozó vállalatát, a CCP-t kéri fel a tornyok és a tetőterasz vizsgálatára. Az ő dolguk lesz megállapítani, hogy milyen hatással van az épületre a Szingapúrban várható szél. Roy Dinon, légáramlás szakértő felügyeli a kolorádói Fort Collinsban működő korszerű szélcsatornában folyó kísérleteket. Az épületet a tetőkön átfektetett terasz teszi különlegessé, ami összeköti az egyes tornyokat. Egy felhőkarcoló esetében csak a magán, a tornyon fellépő erőket kell mérnünk. Itt viszont mind a három épületen egyszerre vizsgáljuk a terhelést, pontosan ugyanabban a pillanatban. Így tudhatjuk meg, hogy hogyan mozdulnak el egymáshoz képest, és biztosíthatjuk, hogy a mozgással ne keltsenek túlzott feszültséget a tetőteraszban. A kísérletek során a Marina Bay méretarányos modelljét 40 km/órás áramlásnak teszik ki, amely a sokkal gyorsabb valódi tájfun erejű szelet modellezi. A maketbe épített nyomásérzékelők ezrei mutatják ki a szélnek az épületre gyakorolt hatását. A kísérletek végeztével a mérnökök megállapítják, hogy a három torony mintegy 200 mm-rel mozdulhat el a legerősebb vihar során. A kivitelezők azonnal rájönnek, hogy a megoldás a csúszó alátámasztás. A hídépítésből kölcsönzött ötlet lényegét a szomszédos tornyok között kialakított rések képezik. Ezek a hézagok 250 mm-es elmozdulást is lehetővé tesznek. Alumínium és rozsdamentes acéllemezek csúsznak el egymáson. Előre, hátra mozoghatnak egymáshoz képest, valahogy úgy, mint a csuklós buszokban. Azoknak a középső ízületéhez hasonlítható. Hogy alkalmazkodni tudjon a három toronyház eltérő mozgásához, a mérnökök több irányú kitérésre képes acélgörgőket helyeznek el a terasz alatt. A végleges eredmények birtokában McKee már biztonságosan megkezdheti a függőkert építését. A közel 10 000 tonna acélból álló terasz akkora, mint egy repülőgép hordozó. A kivitelezés legcélra vezetőbb módszere az, ha a talajon előkészítik a 14 elemet, majd a tetőn összeállítják őket. Kétszáz méter magasan nincs helye számítási hibának. Minden elemet a legnagyobb odafigyeléssel gyártanak le és ellenőriznek a Yongnam acélgyárban. Egyenként szállítják őket az építési területre. McKee és valamennyi társa már az elején jól tudja, hogy a legnagyobb feladat a két legnagyobb elemnek, a dobozszerűen kialakított rácsos szerkezetű tartóelemeknek a felemelése és a beépítése lesz. Ezek az elemek 80 méter hosszúak, együttes tömegük pedig megdöbbentően sok, 1400 tonna. Hogy milyen érzés? Egy kicsit persze izgulok, hiszen ez fontos és példanélkül álló művelet. Ha valami nem jól sikerül, az mindannyiunkat súlyosan érintene. A kockázat csökkentés érdekében McKee ismét a hídépítésben egy már jól bevált módszert alkalmaz. A külön erre a célra erős szerkezeti acélból épült kétkarú daru nagy teljesítményű hidraulikus emelőkkel húzza fel a tartóelemeket a tornyok tetejére, mielőtt a helyükre csúsztatnák azokat. Ezzel a módszerrel ez lesz az eddig a világon a legmagasabbra emelt és legnagyobb teher, McKee-nek tehát a legjobbakra van szüksége, ezért a megbízást a szakterület legjobbjainak adja. A VSL svájci-francia vállalatnak. Ez
Eddie King építőmérnök a csoportjával már több hidat, stadiont és óriás kereket is épített. A munkám legnehezebb része, hogy mindent nagyon pontosan meg kell tervezni. Minden milliméterekben van megadva. A felemelt épületrészt 5-10 milliméteres pontossággal illesztjük a helyére. Ha nem megfelelően vagy nem biztonságosan végezzük a munkánkat, akkor az egész le is zuhanhat. Más tényezők is megnehezítik a daruzást. Az egyre szűkebb határidő miatt a műveletet a monszun időszakában kénytelenek végrehajtani. A trópusi viharok kitörését szinte lehetetlen előrejelezni. Az ezeket kísérő villámlás az ember életekre is veszélyt jelent. Mivel az egész műveletre a zsúfolt autópálya közelében kerül sor, a kíváncsi bámészkodók a mérnökök által elkövetett valamennyi hibát jól láthatják. Akár a cég hírnevén is csorba esett. A 16 órásra tervezett daruzás során az óriási tartóelemek óvatosan haladnak. Óránként 14 métert tesznek meg. Eddie King és minden munkatársa figyelemmel kíséri az időjárást, hogy értesüljön a közeledő viharokról. A hidraulikus emelők esetleges túlmelegedését is rendszeresen ellenőrzik. Senki sem szeretné, hogy félúton meg kelljen állniuk. Ám a természet minden igyekezetük ellenére is meglepi őket. Jön az eső, fiúk. Jobb, ha most leállunk. A közelgő zápor akár zivatarrá is erősödhet. 200 méter magasan vagyunk, elég távol a többi épülettől. Nagy az esély, hogy a villám egy ilyen magas pontra csap le, ezért leállunk, és csak akkor folytatjuk az emelést, ha javul az idő. Mackey legnagyobb félelme vált valóra. Ha a tartóelemek túl sokáig lógnak a levegőben, akkor vissza kell engedni őket a talajra. Három izgalmas óra után végre elmúlik a villámveszély. Folytatódhat a bűvelet. Éjfél is elmúlik, mire a rácsos tartók a helyükre kerülnek. Ma minden elég simán ment. Reméljük, hogy holnap is ugyanígy sikerül. A tartókkal szerzett tapasztalatok birtokában a többi elemet akadálytalanul felemelik. Miközben az utolsót beillesztik, Szingapúr már a csodájára jár a világ egyik legnagyra törőbb építészeti vállalkozásának. A mérnökök alig 3 év alatt legyűrték az áthághatatlannak tűnő akadályokat. Urrá lettek a tengeri agyagon. Zseniális műszaki megoldásokat eszeltek ki, és átvészelték az 1930-as évek óta legsúlyosabb gazdasági válságot. Miközben a szállodán az utolsó simításokat végzik, már a megnyitó ünnepséget is előkészítik szingapúri módra. A résztvevők szívesen emlékeznek a munkára, amely már is jóval túlszárnyalta a várakozásaikat. Egy kicsit elérzékenyültem. Még el kell vágnom a köldökzsinort. Nem könnyű ez egy építész számára. Ilyen építkezésre talán 25 évenként kerül sor. Sok nehéz munkát végeztünk, fel se tudnám sorolni a nehézségeket, amelyekkel meg kellett birkóznunk, hogy eljussunk a mai napig.
Mindenki azt mondja, hogy ez kész csoda. És sosem láttak ilyet. Ez az én jutalmam. Csodás érzés. A szingapúri Marina Bay Sands élő példa arra, hogy a tervezők képzelete és az építők szaktudása által a különleges építmények rászáfolhatnak a valószínűségekre, és valóra válthatják a legmerészebb álmokat is. Munkatársak: Koroknai Géza, Horváth P. Tamás, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Kogzita, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.